két új elektromos ajtót vásárolt a Bács-Kiskun megyei kórház neurológiai és sztrókosztálya egy baráti társaság jóvoltából, melynek szószólója Kárász Tamás, aki nem először látott neki a jótékony gyűjtés megszervezésének. A banki szakember már harmadik éve azt kéri családjától és ismerőseitől, hogy ahelyett, hogy ajándékokkal halmoznák el születésnapján, fordítsák az erre szánt összeget azokra a jótékony célokra, amelyek megvalósítását ki Tűzte. Idén a sztrókosztálynak szervezett gyűjtést és ajánlott fel végül több mint egy millió forintot a jótékony szülinapos. Az új ajtók a betegek nyugalmát és biztonságát szolgálják.